Ég a földdel összeér címmel tartott különleges koncertet Paja Bea a Művészetek Házában Szekszárdon. Az énekesnő egy szál orgona kísérettel lépett fel. Nekem ez a repertoár. Egyrészt egy repertoár, másrészt inkább egy szemléletmód, hogy egy jó zengő térben az orgonával a hangszerek legkomplexebbikével játszani. Egyszer énekhanggal, a hangszerek legegyszerűbbikével, mégis egyszerűségében komplex az is. Ez egy nagyon régi dolog bennem. Franciaországi gyökerekhez kötődik, amikor jöttünk-mentünk Lacival, meg volt egy szaxofonista kollégánk, akkor kipróbáltuk, hogy melyik tér hogy szól. Egyébként a szekszárdi teret is bezengtük ezelőtt 8 évvel. Úgyhogy nem annyira új bennem ez a műfaj, ami történik, hogy az én azóta írodott dalaim szolgálnak improvizációs témául Ágoston zenéjében. Az énekesnő elárulta, nem először ad koncertet a Tolnai megye székhelyen. Nagyon-nagyon fontos ponton voltam Szekszárdon, 2013-ban, ha jól emlékszem. Arra emlékszem, hogy a Lili babám nem volt nagyon sokkal több, mint egy éves. És arra emlékszem, hogy egy csodálatos bábművész hozott neki egy malacot és egy mókust, és ez azóta már a Pannikám alvókája. Szóval, hogy ez annyira gyönyörű ilyen jelenet, meg az egész ilyen nagyon, nagyon megható volt, úgyhogy remélem, hogy ez a bábművész hölgy hallja ezt az interjút. És ezek az emlékek egyből elevenné váltak, ahogy így beléptem itt a térbe, és nagyon szeretem ezt a teret, nagyon áldottnak, és nagyon különlegesnek tartom. Külön izgalma nekem, hogy az orgona nagyon közel van. Tehát ugye játszottunk most a héten Sopronban, Kaposváron, ahol távolabb voltunk egymástól, itt pedig egészen közel, mint az én egyéb zenei koncertjeimen, közel van a zenésztárs, és ez egy nagyon más energia. Én azt gondolom ezekről a műfajokról, hogy csak zene van, és jó zene. És persze vannak különböző hagyományok, amiből merítünk Ágoston itt az orgona zenének a különböző hagyományait használta akkor, amikor improvizációs tételeket csinált a dalamaimból, erről fog majd mesélni is. Én ugye hozok egy jó adag népzenét és egyházi zenét, illetve népénekeket, egyházzene plusz népzene valahol. Nyilván ez részben nekem is visszahozza a gyökereimet, hiszen én énekelni a magyar népzenén, annak is az egyszál énekén tanultam. Tehát nénik énekeltek a kazettából, egyszál néni és semmi más. És az nekem teljesség volt. Visszavisz engem is a gyökereimhez, másrészt én azért bármit csinálok, abban van egy adag fölfelé tekintés. Hogy egy picit nagyobb és több az a dolog, amit ott létrehozunk, mint mi vagyunk. Úgy kilóg a normálisból. Ugye én etnográfus is vagyok, és az egyik kedvenc ilyen vallástörténeti munkám az Eliade, a Szent és a Profán, ő egy román vallástörténész, aki elmagyarázza, hogy a szent helyek, mint ez is ugye egy zsinagóga, az arról szól, hogy kilógjon a normálisból, fölfelé irányul, tehát ott valami több történik. És ez itt, én 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy meg fog történni, mert minden koncertemen megtörténik, egyébként is minden koncertem ünnep, de itt ezt meg különösen várom, hogy ez a fölfelé nyújtózás, ez mekkora lesz. Paja Bea azt is elmesélte, hogy hol kezdődött a zenei pályafutása. Az egész generációs vonalon már gyülemlett a zenének a szeretete, mind a két nagyapám játszott hangszeren, nagyon szépen énekeltek, és azt hiszem, hogy ez a szüleimben is a zene, mint lehetőség, a zene, mint önkifejezési lehetőség, és mint gyógyulási lehetőség ott volt. Mind a ketten nagyon szeretnek énekelni, és máig, ha énekelek valamilyen családi ünnepen, akkor nagyon meghatódnak, tehát nagyon tudnak rá reagálni, meg nagyon rám tudnak hangolódni, de hát azért a szüleim. És hát én nagyon korán, anyu azt felismerte, hogy nekem ez jó lesz, úgyhogy a Bagi Muharai Elemér tánccsoportba is, és zenei hagyományőrző együttesbe 6 évesen kerültem, vagy 7. Úgyhogy azóta ez tart, és nekem az a nagy eredmény, ha néha lelejövök a színpadról, mint például a Covid alatt. És hogy változott-e valami az emberekben a Covid-járvány feltűnése óta? Én nagyon régóta koncertezem, de ezen a nyáron sokkal többen jönnek oda sírva, mint eddig. Konkrétan sírva. Nem egy, nem kettő, hanem sok ember. És azt gondolom, hogy
a koncert, legalábbis ahogy én csinálom, az egyfajta szelepe is az érzelmeknek, azon túl, hogy gyönyörű zenei építmény, hiszen itt van egy nagyon komplex hagyomány az orgonám miatt. Meg amit én is hozok, az is egy nagyon komplex hagyomány, a modális skálák, a népzene, különféle népzenék lesz, magyar lesz, cigány lesz, bolgár lesz, szefárd, hiszen zsenagógában vagyunk. Szóval, hogy biztos, hogy a kultúra és e fajta ilyen kulturális gyönyör mellett lesz egy ilyen szelep jellege is, érzelmeknek ad majd teret, hogy azokat csak érezzük, mert hiszem és tudom, hogy ebből van a legnagyobb hiány, és hogyha ez rendben van, akkor gyógyulunk.